A NATO főtitkára nem csak aggodalmát fejezte ki, de finoman a közvélemény értésére is adta, hogy hát rossz hírekre számíthatunk Ukrajnából a közeljövőben. Vajon miért tette ezt? Másik mai témánk pedig Mr. Fafó, néhány héttel ezelőtti adásunk egyik népszerű karaktere, aki a palesztin, mondanám, hogy álomgyár, hollywoodi mintára, de Hollywood a legkevésbé sem álomgyár, inkább álhírgyárnak nevezhető. Na ennek az igazi első számú arca, elképesztő mennyiségű kamufotóval, de most sikerült végre megtényellenőrizni ezt az egész hoaxot köszönhetően a kiváló tényellenőröknek. Na erről is beszélünk a mai műsorban, már is kezdünk. Te, aki most rátaláltál erre a videóra, akár először futottál bele a csatornámba, akár egyike vagy a több mint 45 ezer feliratkozottnak. Tudom, macerás, bonyolult, lusta vagy, ezek lesznek a válaszok a fejedben, de hidd el, nem véletlenül jelenek meg mindig itt a videók elején, és biztatok mindenkit. Tényleg nagyon durva, amit a YouTube művel. Letilt videókat, korlátozza az elérésüket, időnként egy hétig feltölteni sem enged, és ilyenkor semmilyen tartalom nem jut el hozzád. És ezt messze nem csak velünk csinálja. Ukrán háború, Izrael, Covid, migráció, terrorizmus, fegyver és gyógyszeripar, globális felmelegedés, az ételeinkbe kerülő vegyszerek, Bill Gates, már nem is tudom hányadiknál tartok, abba is hagyom, műhúsok, de tényleg rengeteg fontos dolgot nem tudsz meg a hírekből, és a YouTube is egyre jobban próbálja ezeket elrejteni előled. Pedig valószínűleg te is szeretnéd tájékozott lenni, hogy mi minden történik körülöttünk valójában. Na, ha ez így van, akkor tényleg ne habozz, és egyáltalán nem macerás vagy bonyolult. A Rumble videó megosztón teljes egészében cenzúramentesen láthatod azokat a tartalmainkat, amiről a nagy tech cégek, a globalista média és a politika azt akarja, hogy ne tudj, ne is beszélj róla. Jó, oké, ettől még persze nyugodtan nézd tovább a klippeket, meg a macskás videókat itt a YouTube-on, de ha érdekel a valóság fontos dolgokkal kapcsolatban, akkor ne félj tőle. És ne félj az újdonságtól se. Tényleg kb. 3 kattintás az egész. A képernyőn a Rumble csatornám címe, de lent a leírásban megtalálod a közvetlen linket is ennek a mostani videónak a vágatlan változatához. Úgyhogy gyere, várunk. Oké, persze most itt elindul a vágott, kilúgozott, remélhetőleg cenzúra biztos YouTube verzió is, ha továbbra is lusta vagy átjönni. Akkor is szeretünk. Hajrá! Sziasztok, ez itt a Hobbista Hardcore hételei adása, és úgy tűnik, hogy most már hagyományt csinálunk abból. Ádám a múlt heti, hát mikor Szalai Szilárd ült Ádám helyén, és kiderült, hogy Ádám humorérzéke igenis pótolható, sőt, hát most elment egy tanfolyamra, és ezért nincs még ma itt velünk. Most Valderra ma is Ádám szerelem gyereke van itt, aki igen. Szintén viccesebb lesz, mint... Humorklinikán van, beültetésért ment. Nem illomos róla ilyen, még hogyha tudja is, hogy nem mondjuk komolyan, de ilyeneket mondani a távolétében. Ma is igazoltam van távol, reméljük, hogy a második fél időre most is meg fog érkezni, viszont hirtelen itt a nagy felindulásban egy Pót Ádámot tudtunk a helyére ültetni. Na, úgyhogy egy picit szűkített felállásban vesszük végig a mai témánkat. Tehát nem olyan sok, mert kettő, de annál érdekesebb. Az egyik a NATO főtitkára, Jens Stoltenberg. Én egyébként őt a mai... A nyugati világ vezetői között egy szokatlanul józan gondolkodású. Hát azért igen. Többi... Kikhez képest, tehát ő nem látványosan agyhalott, csak látvány nélkül. Tehát az olyan, hogy mint hogyha itt a Stoltenberg ülne, tehát ő is vicces, de csak az Ádámhoz képest. Tehát a Stoltenberg is tök elfogadható, Annalina Baerbock, meg a nem tudom, a salátás miniszterelnök asszony, azok mellett egy világító torony szellemileg. Arra gondolsz, hogy a kik voltak? Solana, Von Rompuy, ilyenek. Hát azok közt már nem mondanám, hogy különösebben kirívóan. Igen, tehát hogy azok azért... Az NATO főtitkárok nem voltak hülyék a múltban. Igen, tehát úgy ezek a mostani politikus generációt, ezekhez képest a Stoltenberg... De hogy akkor azért vigasztaljon, hogy
hogy ki húha, de nehogy hülyeség. Ja, hát a Rutte szeretne NATO főtitkár lenni, nem, a von der Leyen szeretne NATO főtitkár lenni. Hát először anyukám egy benzinkutat igazgass el, azt majd utána akkor visszatérünk, mert egyelőre az EU-val nem boldogultál, tehát akkor kapjál egy patikát. Vagy én azért tudom, majd megnézném, igazgat. Amikor a von der Leyen egy SMS-be hadat üzen. Hát ahhoz elég a német külügyminiszter asszony, az már nem kell. Ja. Na, de visszatérve Stoltenbergre, ő egy elég különös nyilatkozatot tett még múlt héten. Figyelmeztette a nyugati szövetségeseket, arra figyelmeztette, hogy készüljenek fel, mert hogy rossz hírek érkezhetnek az ukrán frontról. És erről be is számolt a politikó. Tudjátok, az Axel Springer tulajdonában lévő online hírszolgáltató, amelyet elsősorban az EU-val kapcsolatos hírekben utazik, természetesen nagyon-nagyon függetlenül. Valójában egyébként persze ez egy ilyen brüsszeli székhelyű amerikai közlöny kb. Azzal semmiképpen nem vádolható, hogy orosz propagandát folytatna. Na de amikor már a politikó is megírja, hogy a NATO főtitkár szerint szar van a palacsintában, az a durva, de semmi baj, mert majd megkérdezzük a lakmuszt erről egyébként alkalomattán, és azért, ha itt vannak a lakmuszosok, de csak szólok, hogy nem ér body shamingelni. Nem is, de én szeretném, tényleg a lakmusz akkor vizsgálja meg a Stoltenberg szavainak a valóságtartalmát. Ők fogják. Tényleg rossz hírekkel várhatók az ukrán fronttól. Amúgy nem ez az első szomorkás hangvételű megjegyzése a háború kilátásaival kapcsolatban a Stoltenbergnek. Mert nemrég ő már nyilatkozott egy olyat, hogy Ukrajna helyzete rosszabbodhat, ha nem növelik számukra a nyugatról szállított fegyverek számát. És akkor, akkor tegyük fel a kérdést, hogy mi történt? Mert ha mondjuk csak és kizárólag a nyugati sajtóból tájékozódunk, és a nyugati politikusoknak a korábbi megnyilvánulásaiból indulunk ki, akkor valami nagyon különös, varázslatos dolgoknak kellett történni az orosz-ukrán fronton. Mert ha az lenne, ami a narratíva, a hivatalos narratíva van, akkor már rég győzniük kellett volna az ukránoknak. Meg is aki mást állít, az Putyin ügynöke, csicskása, pincsi kutyája, a demokratikus és európai értékek elárulója. Na, mutatok két tipikus hírt ennek az egésznek az alátámasztására. Az első a független és objektív média zászlós hajósjától, az RTL Klubtól érkezik, akik tavaly télen arról tájékoztattak minket, hogy az oroszok kifogytak az üzemanyagból. Igen, hát azt Oroszországban nem nagyon termelik, tehát nem gondoltuk volna, hogy ott vannak ilyen olajmezők, meg finomítók, meg gázmezők, meg nyugatról kellett venni. Tehát azt nyugatról, meg Indiából veszik föl, meg a híres indusztáni olajat veszik az oroszok. Hát van a Brent típusú, van az Urál típusú, meg van a Hindukus típusú olaj, ami mostanában elöntött az európai piacokat, és ne kételkedjünk abban, hogy ez nem Himalájából származik. Na különben erre mondják, hogy igen, a szankciók működtek, mert ugye, de ez a múlt már elmúlt, mert a szankciók azok ugye vagy működtek, vagy működni fognak. De olyan, hogy működnek, tehát jelen időben a szankció az értelmezhetetlen. Még nem jó, már nem jó. Ez derült ki a szankció. De egyébként a Stoltenberg a rácsondás a Kánonban múlt héten, vagy két hete, azt mondta, hogy Ukrajna belátható időn belül nem lehet NATO tag. Tehát ezt sokkal komolyabbnak vélem, hogy ezt kimondták a Science, nem mi mondtuk, hanem a Rácz András, meg a Stoltenberg. Tehát ezt de ezt tudod, mi ez a Stoltenbergnél, amikor ott vagy a klinikai agyhalott mellett, és akkor hosszú ideig csak ott így ilyen vonal van a gépen, majd egyszer csak így három óránként egy csíp. Tehát, hogy valami megmozdul. Van egy pittyenés, de utána megint visszaáll a klinikai agyhalál. Egyébként ezt a hírt az RTL nem csak úgy kitaláltam, mert a BBC-től vette át az orosz tankokból kifogyott benzin sztoriát, a BBC meg a Reuters-től vette át. Tehát gyakorlatilag az összes roppant megbízható álhírt sohasem terjesztő a pesti srácok előtt csak példaképként létező, lebegő médium megerősítette a hírt. Na, és akkor azért akadékoskodnék egy kicsit, és felteszem a kérdést, hogy egyetem benzinnel működnek az orosz tankok? Kurz. Hát a Reutersnél biztos.
Maradjunk egyébként ennyibe, amúgy nem. Nem. Hát amúgy a orosz tankok kb. Azt szerintem kb. Bármivel elmennek. És a világháború úgy volt, hogy a vodkát is lehetett tölteni. Hát azt nem hiszem, hogy vodkát tölteni. Szerintem fordítva működött, hogy az orosz katonába lehetett tanküzemanyagot. De hogyha jól tudom, akkor gázolajjal működnek. Hát minden evő. Szerintem a T-72-es az minden evő. Jó, minden evő az mit jelent? Fiddal megy? Az kerozinnal megy. Nem, hát bármilyen, ugye a turbina van. Jó, de olajszármazékkel. Tulajdonképpen, hát persze, nem vízzel nem működik, de hogy bármilyen olajszármazékkel. De hát azt mondták, végül nem csak a benzin fogyott el, hanem az olaj is elfogyott a híradások szerint, meg egyéb utánpótlás. Jó, hát a benzin vér, de a gázolaj is vér, tehát nem csak a rajterszék összekeveredtek. Jó, de ugye egyébként más utánpótlási gondokkal is küzdenek az oroszok a hírek szerint. Most gyorsan megnéztem neked, Jesszi, a T-72-es több verzióját sima dízelmotorra írják, a T-90-es minden evő. Tehát gyakorlatilag nincs olyan tank, ami ne dízelmel nem lenne. De most közben már a roppant megbízható álhíreket sosem terjesztő, csak és kizárólag a valóság megírásával, továbbá a hatalom ellenőrzésével foglalkozó őrkutya, a Newsweek anyagát látjuk, akik tájékoztattak minket arról szintén tavaly télen, hogy az oroszok kifogytak nem csak a benzinből, a rakétákból is. Tehát kifogytak a rakétákból is. De csoda, hogy idáig bírták, mert én emlékszem, hogy a Ursula von der Pfizer ugye az EP előtt tartott egy ilyen nagy ívű beszélet tavaly, ahol ugye elmondta, hogy a ruszkik akkora bajban vannak, hogy most már mosógépekből kiszerelt csippekkel harcolnak, de hát akkor ezek szerint akkor elfogytak a mosógépek. Tehát ez az a durva, hogy ezt a elfogytak a haditechnikából a csippek és a mosó meg mosogatógépekből szerelik ki, ezt az egész totális, nem csak a nyugati média, de úgy nagyjából mindenki bekajálta. Ez egy sima ukrán ilyen psyops volt, ez igen, információ. Igen. Tehát ők rengeteg ilyen hát nem tudom szembe mondani, tehát ilyen kamut állítottak elő, gyártottak le, hogy az emberek kirőgjék a ruszkikat. És egyébként, amennyire én értek hozzá a rakéták vezérléséhez, azért nem kell egy különösebb atomerőmű, tehát azokat a csípeket, amiket erre használnak, azokat az oroszok már a 80-as években is saját maguk elő tudták igen, állítani. Igen, teljesen mindegy, hogy hány nanométeres. Valamilyen rohadt nagy topológiájú csípekkel megy a rakéta. Tehát nem kell hozzá hihetetlen számítási kapacitás. Oké, de nem szeretnénk orosz ügynöknek látszani, mert nem elég nem annak lenni, annak sem szabad látszani. Tehát induljunk ki abból, hogy jó, legyen az, hogy mondjuk a haladó média mégsem hazudott végig az elmúlt két évben, sőt, menjünk még messze. Mondjuk azt, hogy tételezzük fel, hogy tökéletesen megbízható és ellenőrzött híreket szállítottak nekünk az oroszok ukrán frontról. Nem olyanokat, mint mondjuk a Spötle, aki maga is jár Donbaszban, hanem valódi híreket. New York-i vagy londoni fotelből mondjuk. És akkor ezek alapján most Stoltenberg vagy megőrült, vagy a Putyin lefizette. Ugyanis, hogy az oroszoknak se benzinük nincs, se lőszerük, mert mindenből kifogytak. Uh-huh. Tehát már elveszítették a háborút, csak nem tudnak róla. Valaki szóljon már ennek a Putyinnak, hogy kikaptak. Hát a Putyin már meghalt, hiába szóltak. Nem figyeled a médiát. Hát. Jó, de azért egyébként ez az anyagháború. Hát ez az anyagháború nagyon jó ötlet mindig, tehát zseniális koponya volt, aki kitalálta, hogy egy anyagháborúban fogják az ukránok legyőzni az oroszokat. Tehát ez az, amit tényleg nem szoktak elveszíteni, és akkor se szoktak anyagháborút veszíteni az oroszok, hogyha Rácz András kitalálja, hogy tulajdonképpen a második világháborút is elveszítették az oroszok, csak az amerikaiak által leszállított teherautók miatt nyertek mégis. Mert hogy ez a izé, hogy az oroszok semmit se gyártottak már második világháborúban se, és a legutolsó kulacs, meg bakancs, meg usapkancs. Bakancs az tényleg amerikai gyártmány volt, de segítek, hogy nem azért nyertek, mert az amerikaiak szállítottak nekik, hanem mert a németek voltak ellenük. Ezért nyertek, tehát gyakorlatilag ez az egyetlen magyarázatra. Mindjárt itt a karácsony, és iszonyat jó új pólóink vannak. A legújabbból megint nincs még mindig nekem sem, de hamarosan meg is mutatom. Viszont ezért vettem föl a Vármegyéset. Úgyhogy ha lokál patrióta vagy, akkor az összes magyarországi megvan és rendelhető. És ezt halkan mondom, de ha tetszik nektek a széria, és sokat vesztek belőle, akkor januártól bevállaljuk a határon túli Vármegyéket is. De itt az új foci sorozat, és ha azt hiszed, hogy a kétharmados Orbánnal, Rózsa Sándorral, meg az EB-selejtező meccseivel kimaxoltuk, hát akkor nagyon nem. Úgyhogy ime a legeslegújabb. Hány fokos? Vedd fel te is a szoboszlai pólót, ja, és karácsonyra komplett csomagok is vannak, póló mellett törölközővel, bögrével vagy autóillatosítóval. www.hobbistawebshop.hu, és nagyon köszönjük a vásárlást.
A lakmusz is szóba került az előbb, ugye ez volt az egyik egy legviccesebb adásunk, amikor bemutattuk Mr. Fafót. A Hír TV-s hobbistában volt ez. Ugye a Hamas ilyen influencer válságszínésze, megtaláljátok a linkjét itt a leírásban. Úgy mondanám, hogy a Mediterráneum noárja. Színészeknek ne nevezd, az a Latinovics Zoltán volt a húsleves fölött. Oké, rendben. Na de miért kerül most elő ismét Mr. Fafó? Hogy alakított valami nagyot újra? Nem. Az történt, hogy az önmagukat ugye ilyen fact-checkernek nevező, többek között a lakmusz, de hát ez itthon és külföldön sok ilyen van. Ez egy ilyen ballipsi, a médiának egyik ilyen oldalága, és megkapták nyilván a parancsot, a hadi utasítást, hogy tisztára kell mosni az egész Hollywoodot, ugye a palesztin történetgyárat, és le kell járatni Izrael. Igen, ezzel mondjuk én mindig kurvára röldök, tehát amikor a 444 szerkesztőségen megérkezik a hat parancs, hogy akkor antiszemita anyagokat kell gyártani, tehát ez az utasítás a Langley-ből, tehát kurva szar életük van ezeknek ugyanezt. A propagandistáknak. Megérdemlik, választották volna a szakmunkásképzőt, amikor a szüleik mondták, hogy neked jó lesz a budai gimnázium, kisfiam. Igen, látott, tehát... a menni burkolni, nem kéne antiszemita cikkeket gyártsa. Igen, tehát hajnali 10-kor nekiindulnak Újlipóciából, hogy beérjenek a szerkesztőségbe még reggel, és akkor kérdezi az anyukáik, hogy hova mész. Hát megyek be a antiszemita anyagokat gyártani. Igen. Hát megyek, lejáratom Izraelt. Megyek, lejáratom Izraelt. De fiam, lányom, ennek nem fog örülni a rabbi. Hát de mit tegyek? Hát ezt az utasítást kaptam, propagandista vagyok, ennek neveltél. Itt vannak egyébként, mutassuk még egyszer, mert az előző téma kapcsán megmutattuk a lakmusz tényellenőreit, hát itt vannak, tehát ők megkapják. Nem mondják semmit. Nem mondunk semmit. Ők megkapják, és végzik a feladatukat. Magyarra fordítják, a nekik e-mailben kiadottak. Szarul, ezt is szarul fordítják. Az időnként volt már ilyen, hogy mérföld. Hát a négyzetmérföld az nem ment át, igen. Igen, csak egy pofátlanul fölé. Jó, akkor még csak azt kell mondanom, bocsánat, nézzél rájuk, rácsodálkozol, hogy a kilométer meg a mérföld átváltás. 1635 azt hiszem, de meg kell googlizni egy 2 másodperces munkainja. De hát ők úgy tényleg szinte szó szerint lehozták azt, amit a nyugati társaik, az ottani fact-checkkel. Igen, és pofátlanul fölé írták a saját, a szerző, odaírta a szerző, idézőbe szerző, odaírta a saját nevét, ahelyett, hogy odaírta valami Origó, vagy nem tudom, tehát hogy ugye mi felénk szokták. Jó, hát nem, nincs hálózat. Szó nincs soha, ők meg nincs hálózat. Önállóak, újságírók. Szóra ugyanazt írják le a lengyel fact-checker lapok, meg a brit fact-checker lapok, meg a svéd, meg minden, meg a moldár. Nem azt jelenti, hogy hálózat van, meg nem azt mindenkinek jelenti, hogy ez pont eszébe jutott. Baszki, pont ugyanakkor jutott eszükbe, igen. Ugyanazokkal a szavakkal, ugyanazzal a megközelítése, döbbenet. Na és most a lakmusz, meg az egész hálózat Mr. Fafó hitelességét próbálja visszaállítani, és ehhez tényleg olyan pofátlan módszereket, olyan módszertant használnak a hazudozásban, hogy azért ez már inkább a vicces kategória lesz. Ugye az az alapértelmezett üzenet, hogy nincs is ilyen, hogy Hollywood, tehát a palesztin mesegyártás az nincs Hamas propaganda se, csak és kizárólag zsidó propaganda van. És elmagyarázzák, hogy ha egy izraeli megoszt egy videót azzal a kommenttel, hogy hát hazudnak a palesztinok, mert ez a jelenet, amit ők előadtak a világnak, az megjátszott, nem ott készült, vagy ott készült, de korábban készült, akkor ezt a fact-checkerek, ezt úgy mesélik el, hogy a zsidók hazudnak, mert az általuk megosztott jelenet az megjátszott, nem ott készült, vagy ott készült, de korábban. Köszönjük, fact-checkerek, tehát ezt elhallgatták előlünk a zsidók. Ezek az elvetemültek. Ha valaki, nem, ha valaki nem hiszi el, vagy nem érti ezt a bonyolult logikát, akkor el kell olvasni a lakmusz cikkét. Illetve a lakmusz postaládájába érkezett, onnan újságcikké nem esült anyagot. Tehát végigvették az összes kamut, ráfogták a zsidókra, majd eljutottak Mr. Fafóig. És kijelentették, hogy Mr. Fafó csak egy sima civil, de hogy van köze a Hamászhoz, meg hogy nem is ő van a képen. Te az lesz a vége, Ambrózi, hogy itt kiraknak valami üzét az irodádra, hogy célját magad megint zsidónál vásároltál. ez lesz a vége. És mi a bizonyíték arra, hogy a zsidók hazudósak, és Hollywood nem létezik, és Mr. Fafó meg egy hétköznapi civil, az pedig az, hogy a montázson szereplő 9 darab kép közül kettő darabon nem Mr. Fafó látható. Igaz, hogy a többi 7 képen igen, de az már mindegy, az nem számít. Rég volt ez már, hagyjuk ezt már. De ez megvan ez a logika, tehát ez olyan, mint hogy a Kuruc Info szerkesztő 9 tagjából mondjuk csak kettő nem antiszemita, akkor az azt jelenti, hogy a Kuruc Info vissza kéne helyezni a Facebookra, hiszen nem is antiszemita szerkesztőség. Szó 2000-es évek, Ambrózi, mondja nyugodtan 444-et a Kuruc Info helyett. Pont ugyanez az arány. Ugyanaz az arány.
Szóval a 9 kép közül 2 nem stimmel. Az egyik tényleg igazoltan a bebugyolált telefonját nézegető halott lány, tényleg egy táji jelmezbálon született a kép. Igaz, hogy a Hamas propagandistái mutogatták, hogy őt is megölték a zsidók, tehát ők így mutogatták, de mindegy, a lakmus szerint ez is a zsidók hibája, mert Mr. Fafo hashtaggel látták el a közösségi médiában. És a másik kép az a páciens, ott ő állítólag egy 16 éves palesztin fiú, aki egy korábbi összecsapásban elvesztette a lábát, és linkelték is az illető TikTok profilját, ahol ugyan a Mr. Fafóként futó jelenet pont nem látható, de hasonló ágyon fekszik egy egészen hasonló figura. Oké, ezt mind meg lehet magyarázni, meg ezen a képen persze nem simogatják a kezét és az arcát, mint Mr. Fafónak, és nincs is az orrában drót, meg a párna is más, de a takaró mintázata és a pacekhoz hasonlít. Tehát lehet akár igaz is, hogy a montázson szereplőkép valójában nem Mr. Fafót ábrázolja, hanem egy Mohamed Zendik nevű 16 éves fiúról készült, és ő tényleg idén júliusban a Nur Shams menekült táborban ért izraeli rajtaütés során sérült meg. Oké, ki tudja. Lehet, hogy nem hazudik a lakmusz. Viszont a maradék 7 képen tényleg Mr. Fafó látható menekülve, radiológusként, énekesként, újságíróként, apaként, szabadságharcosként, meg ilyenek. És még azon a halomképen, amit megtaláltak a Twitteren egyébként, és ti is megtaláljátok, ha beírjátok a keresőbe, hogy Mr. Fafó. Rengeteg ilyen. Egész nap röhögni fognak a nézők. Igen, és tegyük hozzá azért a hülye lakmuszosok kedvéért egy kis útmutató, hogy a Mr. Fafó hashtag az ma már nem azt jelenti, hogy mindenki Mr. Fafó azon a képen, hanem azt jelenti, hogy az egy kamukép, mert ez lett a kamuképek ilyen hashtag jele, ilyen szubkulturális jelzése, igen, hogy Mr. Fafó. Tehát ezeknek a kamu ellenőrein akarunk röhögni, akkor a 444 hashtaggel fogjuk magunkat.